Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Fejlesztés, 1,5 milliárd forintos sportcélú fejlesztés Bonyhádon. Fejlesztések a kis településeken, február közepén megjelennek a Magyar Falu Program első pályázatai. Kaposvár nyertes akar lenni a következő évtizedben is, évet értékelt Szita Károly polgármester. Brutális rablás Pécsen, vádat emelt az ügyészség, több éves büntetést szabhatnak ki. Bonyhád városa egyedi kérelem alapján nyert állami támogatást sportcélú fejlesztésre. A több mint 1,5 milliárd forint támogatásnak köszönhetően a Völgységi Városban sport- és rekreációs centrummá bővítik a városi sportpályát. Összekapcsolva a jelenleg kihasználatlan és üresen álló Percel kúriával, amely a jövőben rendezvényes sportközponttá alakul át, megőrizve az épület műemlék jellegét. Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Bonyhád város vezetése, és Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője, a Völgységi Város sport célú fejlesztését és az arra nyert több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást. Mint azt a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség képviselője hangsúlyozta, a sport és rekreációs központ kialakításának a legnagyobb nyertesei a gyermekek és a fiatalok. 1,567,180,000 forintot kaptunk erre a fejlesztésre. 2020. december végéig kell a beruházásoknak elkészülni. Én azt gondolom, hogy ez az új fejlesztési lehetőség is a város sportéletét fogja fejleszteni, hiszen amikor sportról beszélünk, akkor nem csak a versenysportot kell megemlíteni, hanem a tömegsportot is, és akár a mindennapos testnevelésnek a támogatását. Én úgy gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel is elsősorban a gyerekeket és a fiatalokat támogattuk, ami egyébként a magyar jövő szempontjából legfontosabb. Bonyhád egyedi kérelem alapján nyerte el az állami támogatást. Ennek köszönhetően a Völgységi Városban sport- és rekreációs centrummá bővítik a városi sportpályát, összekapcsolva a jelenleg kihasználatlan és üresen álló Percel kúriával, ami a jövőben rendezvény- és sportközponttá alakul át, megőrizve az épület műemlék jellegét. A sportpályán 2000 négyzetméteren atlétikai pályát alakítanak ki, futópályát rekordtámborítással, de felújítják az öltözőket, korszerűsítik a center és edzőpályákat, teniszpályát és egy 36 férőhelyes szurkolói parkolót alakítanak ki. Az elmúlt években Bonyhád majd 3 milliárd forint állami támogatást nyert egyedi kérelem alapján a kormánytól. A 750 millió északi elkerülő útnak a megépítése rögtön a ciklus elején, kezdő polgármesterként ezzel kezdtem a tevékenységemet ennek az intézése ügyében. A második a sportcsarnok felújítására, amire 674 millió forintos támogatást kaptunk, és most az 1,567,180,000 forint. Ezt a három összeget, ha összeadjuk, ez tényleg néhány millió forint, ilyen 3 milliárdot tesz ki. A pályázati forrásból elnyert 6 milliárd, ez az egyedi döntéseken alapuló 3 milliárd, összesen 9 milliárd forint. 5 év alatt egy város életében én azt gondolom, hogy a helyemben bárki örömmel állna most. 2019-ben a most bejelentett sportcélú fejlesztéseken kívül a város szennyvízhálózatát és a csapadékvíz elvezetését is rendbe teszik, de egy egészséglogisztikai központ is megépül a városban. 1 millió forintos belügyminisztériumi támogatásból újult meg a közösségi konyha a Somogy megyei Zicsen. Az 50 éves épületet hőszigetelték és kicserélték a nyilászárókat. A Magyar Falu Programban további fejlesztési lehetőségekhez juthatnak a kis települések. Az első pályázatok már februárban megjelennek. Ez ugyanúgy működik, mint majd 60 évvel ezelőtt. Ebben sül a most pillanatnyilag a csirke, a másikban a csülöd. Eredeti állapotára állították vissza a két kemencét, amelyeket már használatba is vettek az zicsiek, de teljesen megújult a kultúrházhoz tartozó 50 éves épület is. Az új nyilászárók, padlózat és szigetelés mellett a bútorzat is megújult a kiskonyhában. Reményeim szerint egyre többet a lakosság igényeit fogja kiszolgálni kisebb rendezvényekre, mert hiszen nem egy olyan tágas hely, de úgy gondolom, hogy kisebb csoportok alakulnak, és bármilyen célra, ami az ő szórakoztatásukat elősegíti. Zics a belügyminisztérium pályázatán elnyert 1 millió forintból újítatta fel a falu központjában található régi épületet. Az összeg nagy előrelépést jelent a kistelepülés életében. Az ünnepélyes átadón elhangzott, a kormány nem feledkezik meg a kisebb vidéki települések támogatásáról sem. A fejlesztések nem állnak meg, sőt a Magyar Falu
program keretében soha nem látott kormányzati forráshoz jutnak a kis települések. Az első pályázati felhívások február 15-én jelennek majd meg. Főleg azon kis települések, akik nem tudtak profitálni az Európai Unió által kiírt pályázatokról, mert azok jellemzően általában a nagyobb településekre, kisvárosokra és városokra íródtak ki, hogy ezzel a csúnya magyarsággal fejezzem ki magamat. Várhatóan ebből a Magyar Falu programból ezek a kis települések, mint például Zics, ahol most is vagyunk, tud majd profitálni. Összességében mintegy 150 milliárd forintra pályázhatnak majd az 5000 főnél kisebb lélekszámmal rendelkező vidéki települések. Parás szócsatákkal megkezdődött Pécs idei költségvetési tervezetének vitája a közgyűlésen. Március közepéig kell megalkotni a rendeletet, amit idén is két fordulóban tárgyal a képviselőtestület. Módosító javaslatok is érkeztek a kiadási oldal lefaragásához, amiből többet támogatott a városvezető koalíció. Önök miről beszélnek? A költségvetés vitáján fakadt ki a Jobbik városi képviselője a közgyűlés csütörtöki ülésén. Pécs idei bevételeinek és kiadásainak rendelet tervezetét tárgyalták. Módosító javaslatok is érkeztek ehhez ellenzéki oldalról. Azt javaslom, hogy fenntartható városüzemeltetési projektekre fordítsák modellvárosok program forrásait is. És akkor egy év múlva, két év múlva arról beszélhetünk, hogy ez a város működő, korszerű, felzárkozott. Kővári kezdeményezte még, hogy 500 millióval kisebb összegből működjön a város buszos cége, vagy a helyi közlekedési szolgáltatást adják át az államnak. Az önkormányzati cégek növeljék bevételeiket, a város hajtsa be a kintlévőségeit, valamint csökkentsék 5%-kal az önkormányzat dologi kiadásait. A közgyűlés mai ülésén a vita megkezdődött. Most a tervezett 54 milliárd forintos kiinduló bevételi, illetve kiadási főösszeg számol, végigvettük a különböző tételeket a közgyűlés mai ülésén. A közgyűlés elfogadta az első forduló tárgyalásának a lezárását, következő hónapban pedig várhatóan a végszavazás következik. Március közepéig kell elfogadni az önkormányzati törvény szerint az idei költségvetést. A csütörtöki első fordulóban az ÖPE politikusának módosító javaslataiból többet is elfogadtak. Jól sikerült az elmúlt 10 esztendő, talán jobban is, mint várták. Így összegezte az elmúlt időszakot Szita Károly, Kaposvár polgármestere. Kiemelte, van még munka bőven, így a következő évtizedben növelni kell a béreket, és tovább ösztönözni a gyermekvállalást. Szita Károly polgármester 10. alkalommal tartotta meg évértékelőjét. Mint fogalmazott, 2010-ben a válság ellenében hívták életre a Kaposvár a legfontosabb programot. Kaposvár a miénk. Kaposváriaké, és nem engedjük, hogy a mi akaratunk ellenére bárkik is a saját képükre formálják a várost, hisz itt mindennek továbbra is bennünket, kaposváriakat kell szolgálnia. Kaposvár azóta elkezdte és folytatja történelmének eddigi legnagyobb fejlesztési programját. Egyre többen dolgoznak, ma már az országos átlagnál jobb, 3,3%-os a munkanélküliségi ráta, ám még nem lehetünk elégedettek, hangsúlyozta Szita Károly. Munkahelyek már vannak, a teljes foglalkoztatottság elérése sem csupán álom már, viszont a bérek tekintetében előrébb kell lépnünk. A kaposváriak többet kell, hogy keressenek, magasabb fizetést kell, hogy kapjanak, mert különben a jó szakemberek itt hagynak bennünket. Ezt szolgálja majd az R67-es gyorsforgalmi út megépítése. A következő egy-két évben olyan üzemek és gyárak települnek a megyeszékhelyre, amelyek fölfelé húzzák majd a kaposvári béreket. Kaposvár biztos alapját a családok jelentik, ezért is indította el a város a gyarapodó Kaposvárért programot, amely tovább ösztönzi a gyermekvállalást. A célunk, hogy 2030-tól már több gyermek szülessen, mint ahányan elmennek közülünk, mondta a városvezető. Emellett a következő évtizedben kiemelten fontos lesz az egészségmegőrzés, ezért hamarosan megalakul a Kaposvár egészségi tanácsa. Olyan programot, amelyben tervezetten Kaposvár minden polgárához eljuttatjuk a legalapvetőbb és az egyes korosztályok számára speciálisnak tekintető szűrőprogramokat.
Szita Károly kiemelte, a 21. századi Kaposvár zöld és okos város lesz. Ennek részeként tovább kell csökkenteni az energiafüggőséget, a károsanyag kibocsátást és növelni olcsóbb energiaforrások használatát. Ez a záloga annak is, hogy a Somogyi megyeszékhely továbbra is a legolcsóbb város maradjon. Korábban az elszegényedéssel volt egyenlő, ha valaki több gyermeket vállalt. Most azt üzeni a kormány a fiataloknak, megszülethetnek a vágyott gyerekek is, mondja a Pécsi Nagycsaládos Egyesület elnöke. Herbert Gábor a 7 pontos családvédelmi tervre reagált. Azt mondta, a lakhatásban, a mindennapi élet szervezésében segítenek ezek az elképzelések, így már bátran álmodozhatnak a fiatalok arról, hogy nagy családot alapítanak. Ahány nagy család van, annyiféle vágy van, akinek például a nagyméretű családi autó beszerzése gond, mondja a Pécsi Nagycsaládos Egyesület elnöke. Példaként említi saját esetüket, amikor egy 4 gyermekes családnak adták el autójukat. A legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor Nyíregyházáról küldtek egy képeslapot, hogy köszönik, az autó jól működik, és végre a család együtt el tudott menni, nyaralni egy autóval. Akkor kezdtem csak belegondolni, hogy igen, 4 gyerekkel nagyon nehéz úgy, hogy a család közösen menjen nyaralni, ha csak nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy 2 autót tudnak fenntartani. Másoknak lehet, hogy éppen a lakhatás jelent problémát, főleg ha nincs szülői támogatás. Ebben segít a csok bővítése, vagy a 10 milliós kedvezményes hitel, aminél a 3. gyermek születése után elengedik a fennmaradt tartozást. Herbert Gábor szerint komoly üzenete van a vasárnap bejelentett tervezetnek. A felmérések azt mutatják, hogy a mai fiatalok több gyereket vágynak, mint amennyi végül is megszületik, és valószínűleg a kettő között a különbséget az okozza, hogy bizonytalannak érzik a jövőt, és látni kell, hogy hosszú éveken keresztül a több gyermek vállalása az egyfajta szerény anyagi körülményt vagy elszegényedést jelentett. A kormány most azt üzeni, bátran vállalkozzanak a családok gyermekvállalással, nem az elszegényedés útjára lépnek ezzel, mondja az elnök. Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében jelentette be a 7 pontos családvédelmi tervet. Ez kedvezményes hitellel, lakáshoz jutással, autóvásárlással segíti a nagycsaládosokat. Valamint nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a legalább 4 gyermeket szülő nőknek életük végéig. Elkészült a Kadalka utcai mini bölcsőde Szekszárdon. A 130 millió forintos, részben topforrásból finanszírozott beruházás hiánypótló. A város bölcsődébe ugyanis hatalmas a túljelentkezés, hangzott el az ünnepélyes átadón. A 300 négyzetméteres modern, energiahatékony, akadálymentes és parkolóval is ellátott épületben 14 gyereket tudnak fogadni. Boldogan mondókáznak a gyerekek az újonnan kialakított, energetikailag is korszerű Kadarka utcai bölcsödében. A szekszárdi intézményt már nagyon várták a szülők, 30-an ugyanis az elmúlt 3 évben nem jutottak be a Kadarka utcai óvodán belül kialakított bölcsödei csoportba, mert nem volt hely, mondta az ünnepélyes átadón Horváth Erika intézményvezető. 120%-os föltöltöttséggel már évek óta, de ennél sokkal több igény mutatkozott, tehát az elmúlt években ilyen 50%-os túljelentkezésünk volt, akiket hát természetesen el kellett tanácsolnunk az intézményből. Ezért nagy öröm az, hogy most ez az épület 14 fővel működő csoportot fog majd működtetni. A 300 négyzetméteres energetikailag korszerű világítással, fűtéssel, napelemes rendszerrel felszerelt épületben szociális helyiségek, mosókonyha, melegítőkonyha, valamint több fürdőszoba is helyet kapott. Sőt, egy akadálymentesített parkolót is kialakítottak az épület mellett. A beruházás 130 millió forintból valósult meg, a top forráshoz a város önkormányzata több mint 75 millió forinttal járult hozzá, mondta Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Mindenféleképpen hiánypótló volt Szekszárdon, és én ígérem természetesen azt, hogyha ilyen fajta helyek bővítésére szükség lesz, akkor az önkormányzat mindig partner lesz abban, hogy a szekszári családok hétköznapjait ilyen fejlesztésekkel is könnyebbé tegyék. Ez egy folyamatnak egyébként az eredménye, hiszen az elmúlt években nagyon sok óvodai beruházás fejlesztést valósítottunk meg, ahol az óvodáskorú gyerekeknek a mindennapjait tettük jobbá és szebbé, most ezt folytatjuk a bölcsődei férőhelyek tekintetében. Szekszárd város vezetésének az óvodai fejlesztésekkel, bölcsőde építésével az a célja, hogy segítse a dolgozni akaró nők munkaerőpiacra való visszatérését.
A dél-balatoni vasútvonal után a vasútállomások is megújulhatnak. Balaton-Aligától Balaton-Fenyvesig 13, a Balaton körül összesen 22 létesítményt korszerűsítenek. A beruházás elsősorban a megállóhelyek utasforgalmi épületeinek rekonstrukcióját érinti. 2017 és 2018 között mintegy 105 kilométeren újult meg a dél-balatoni vasútvonal. A Szántód-Kőrös-hegy-Balaton-Szentgyörgy közötti szakaszon csaknem fél órával csökkent a menetidő, de gyorsabban juthatnak el a somogyi megyeszékhelyről is a Balatonhoz az utasok. A mintegy 72 milliárd forintos fejlesztés részeként nem csak a vasúti pályaszakasz újult meg, hanem a többi között a peronokat is modernizálták, több megállóhelyen pedig liftet is beépítettek. A közeljövőben rekonstruálják az állomások épületeit is. Erről számolt be a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Balaton-Szárszón is időszerű lenne a felújítás. Bízom abban, hogy a mostani lendület, lelkesedés valóban valóra válik, és az a terv, amely azt mutatja, hogy bizonyos részt lebontanak ebből az épületből, bizonyos részt felújítanak, valóban kialakult egy igen kellemes környezet, amely méltóan fogja jelképezni Balaton-Szárszónak a városképét. Balaton-Aligától Balaton-Fenyvesig 13, a Balaton körül összesen 22 vasútállomást rekonstruálnak. A felújítással egy sokkal modernebb és barátságosabb városkép alakulhat majd ki, amely növelheti a település turisztikai vonzerejét, mondja Holovics Huba. Nem mindegy az, hogy amikor egy településhez, városhoz, városra megérkezik valaki, akkor milyen az első benyomás, amikor leszáll a vonatról. Mindenképpen hozzátartozik a város imidzshez, a város marketinghez az, hogy ezek az első benyomások, ezek jobbak legyenek, javuljanak. Ez a lépés egy fontos lépés ebből a szempontból is. Az állomások és megállóhelyek utasforgalmi épületeinek rekonstrukciója, tervezési munkái jelenleg közbeszerzés alatt állnak. Várhatóan 2021-ben kezdődik majd a felújítás. Javított helyezésén és a második helyre került Magyarország az Európai Uniós tagállamok azon rangsorában, amely a lakossági áramárakat hasonlítja össze. Magyarországon 37 forint 1 kilowattóra, a legtöbbet, közel 100 forintot Dániában és Németországban kellett fizetni a villamos energiáért 2019. januárjában. Derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legújabb januári nemzetközi árösszehasonlító vizsgálatából. Magyarországon 37 forintot fizet a lakosság 1 kilowattóra villamos energiáért, Dániában és Németországban hozzávetőleg ennek háromszorosát. A két utóbbi országban a legmagasabb, Magyarországon Bulgária után a legalacsonyabb a lakossági áramár. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal február elején publikált elemzése is alátámasztja, hogy azokban az országokban, ahol meghatározó az atomenergia részaránya, olcsó, megfizethető áru villamos energia áll rendelkezésre, mondta Mitler István. Magyarországon az Európai Unió tagállamai közül a második legolcsóbb a villamos energia. Egyedül Bulgáriában olcsóbb, mint nálunk. Magyarországgal szemben nagyon sok Európai Uniós országban lényegesen többet fizetnek a fogyasztók a villamos energiáért. Például Németországban, amiről köztudott, hogy az atomerőveket folyamatosan vezetik ki, és a megújulóknak a részaránya egyre magasabb a villamos energia termelésben. Ott a fogyasztói ár majdnem háromszorosa, mint a magyarországi fogyasztói ár. Az elmúlt évi villamos energia felhasználási adatai igazolják, hogy a hazai áramfogyasztás nő, az igényeket azonban nem tudják kielégíteni a hazai erőművek, ezért magas az import aránya. Hazánk import függősége Luxemburg és Litvánia után a harmadik legnagyobb az Unióban. Tavaly a felhasznált áram 31,6%-át vásároltuk külföldről, emlékeztetett Mitler István. Azt mondta, Magyarországnak szüksége van Paks 2-re ahhoz, hogy ne külföldi erőművekből, ne importból biztosítsuk hazánk biztonságos áramellátását. Összefoglalva, nagyon fontos stratégiai célja az országnak, hogy olcsó, biztonságos és környezetbarát módon biztosítsa hosszú távon a magyar lakosságnak és az iparnak a villamos energiát. Ennek egy nélkülözhetetlen lába
az, hogy a Paks 2, tehát az új atomerőmű blokkok megépüljenek. Az atomerőművek nem csak széndioxid kibocsátástól mentesen, hanem az időjárás alakulásától függetlenül működnek, ami a biztonságos áramellátás érdekében elengedhetetlen, összegezte a Paks 2 atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója. Nőnapon rabolt ki egy egészségügyben dolgozó nőt tavaly az a férfi, aki ellen most emelt vádat az ügyészség. Az elkövető olyan brutálisan lépett fel, hogy az áldozatnak több csontja is eltört, miközben próbálta megvédeni értékeit. A rabló nem ismeretlen a hatóságok előtt, korábban már volt börtönben hasonló eset miatt, ezért most több éves büntetésre számíthat, amit teljes egészében le kell ülnie, kedvezményt nem kaphat. Ipari kamera rögzítette azt a brutális rablást, amit a Lánc utcai rendelőintézetnél követtek el tavaly március 8-án reggel. Két kamera is rögzítette, ahogy a rabló táskájánál fogva lerántja a kiszemelt áldozatot, egy 50 év körüli egészségügyi dolgozót. Elsőre nem sikerült megszereznie az értékeit, ezért métereken át húzta, cibálta a földön fekvő nőt. Végül sikerült elvennie a táskáját. A táskában többek között mintegy 30 ezer forintnyi készpénz, mobiltelefon, illetőleg személyes iratok is voltak. A sértett a bántalmazás következtében súlyos sérüléseket szenvedett el, több bordája eltörött, illetőleg különböző zúzódásai is keletkeztek. Az elkövetőnek nem ez volt az első bűncselekménye, korábban már többször volt büntetve ugyanilyen jellegű bűncselekmény miatt, tehát rablás miatt korábban több mint 6 év szabadságvesztésre ítélték. Ezt figyelembe veszik majd az ügyben kiszabásra kerülő büntetésnél is. Ráadásul feltétele szabadlábon követte el tettét a férfi, így a régi büntetéséből megmaradt másfél évet szintén le kell ülnie. Két bűncselekménnyel vádolja az ügyészség, súlyos testi sértéssel, illetőleg rablással is. Ezek közül a legsúlyosabbnak a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés, azonban mivel halmazatról beszélünk, ezért ez emelkedhet, tehát akár 12 év szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet. A kiszabott büntetést teljes egészében le kell ülnie. Nem csoda, hogy információink szerint az elkövető kihallgatásakor öngyilkosságot követett el. Összebilincselt kézzel ugrott ki a csukott ablakon a városi rendőrség második emeleti kihallgató szobájából. Súlyos sérüléseket szenvedett, de túlélte. A mostani rablásról azt mondta a 28 éves támadó, hogy nem emlékszik semmire, mert kábítószer hatása alatt volt. Nem létező kukoricát adtak el, az ügyben most emelt vádat a szigetvári járási ügyészség. Jelentős kárt okozó csalás büntette miatt kell felelnie a két férfinak. Több milliós előleget vettek fel, ehhez elég volt egy termelőszövetkezet gabonatárolóját megmutatniuk a károsultnak. Nem létező kukorica eladásából akart pénzhez jutni két Szigetvár környéki férfi, akik ellen most emeltek vádat. 2016 tavaszán a szlovén sértett Magyarországon nagy mennyiségű kukoricát akart vásárolni. Közvetítőkön keresztül került kapcsolatba az 50 és a 60 éves két baranyai férfival, akik tájékoztatták a sértettet, hogy cégük jelentős 20 ezer tonna kukoricával rendelkezik. 2016 májusában egymással írásban szerződést is kötöttek. A szerződés értelmében a kukorica egy részének a vételárát vételár előleként kellett volna tulajdonképpen átutalni. A szerződést meg is kötötték, amelyben az szerepelt, hogy mintegy 500 tonnányi kukorica, amelynek a vételára mintegy 8 millió forint volt, ezt a sértett előre átutalja a vádlottaknak a számlájára. Azonban elbizonytalanodott a vevő, és valami biztosítékot kért az eladóktól. Azok egy termelőszövetkezetben eleget tettek ennek. Kukoricával nem rendelkeztek, azonban megmutattak neki egy olyan terménytárolót, ahol jelentős mennyiségű termény kukorica volt betárazva, és úgy adták elő, hogy ez tulajdonképpen az ő tulajdonukat képezi, e fölött a kukorica fölött rendelkeznek. Mindezt elég biztosítéknak tartotta a sértett, majd ezt követően a vételár előleget valamivel több mint 8 millió forintot át is utalta a sértett a vádlottaknak. A tényleges vételár 27 millió forint lett volna. Az összeg átutalását követően azonban a vádlottak a kukoricát nem szállították le, az már a szerződés megkötésekor sem állt szándékukban, és arra lehetőségük sem volt. Az elkövetők cselekménye a jelentős kárt okozó csalás büntettének megállapítása.
kiszabadítására alkalmas, mely bűncselekmény egy évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A vádlottak egyébként már követtek el hasonló bűncselekményeket, amit várhatóan számításba vesz majd a bíróság. Minden negyedik halálos közlekedési balesetre igaz, hogy az áldozatok nem csatolták be a biztonsági övüket, pedig az apró mozdulat életet menthet, tavaly 8-an haltak meg, mert nem voltak bekötve. Befejelte a szélvédőt és a helyszínen meghalt a sofőr. Az internetre töltötte fel valaki ezt a videót néhány napja. A felvétel Szombathelyen egy halálos baleset utáni helyszíneléskor készült. Tolna megyében ugyanúgy, mint az ország más részein is gyakoriak az olyan halálos balesetek, amik jó eséllyel elkerülhetőek lennének, ha az autókban ülők bekötnék magukat. 2018-ban összesen 20 halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Tolna megye útjain, melyekből 5 olyan eset volt, amikor a biztonsági övet az elhunyt személyek nem használtak. Ezekben a balesetekben 8-an haltak meg. Kameránk előtt bírságoltak meg a rendőrök néhány napja egy autós szexádon, mert nem volt bekötve. Hiába kerül súlyos 10 000-ekbe, ha valaki nem használja a biztonsági övet, a rendőröknek mégis sokat kell emiatt intézkedniük. Aki lakott területen belül nem használja az övét, az 10 000 forintos közigazgatási bírságra számíthat, illetve 3 büntetőpontra a járművezetők esetében. Aki lakott területen kívül nem használja az övét, az 15 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető, aki pedig autópályán teszi mindezt, az 20 000 forintos közigazgatási bírságra számíthat. A biztonsági öv használata egyébként nem csak az előülők számára kötelező. Ha az autóban hátul is van ilyen eszköz, akkor azt is kötelező bekapcsolni, ha azon az ülésen utazik valaki. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 000 termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 000 óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. A Met Markets megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszol perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, dótvonatok és vadhálók gondoskodnak. Met Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátralevő részében. Folytatódnak a strandfejlesztések, a Balatonhoz 3 milliárd forint érkezik. Szakképzés, még mindig nincs megbecsülve a kétkezi munka az ipartestületek elnöke szerint. Gázpalackra cserélték a tűzifát, különleges ötlet bőszénfán. 25 éves a pécsi állatkert vízilova, különleges tortával ünnepeltek a zúban. 3 milliárd forintból újabb balatoni strandok újulhatnak meg, tovább folytatódik a strandfejlesztési program. A fizetős létesítmények után ezúttal a szabad strandokon valósulhatnak meg turista csalogató beruházások. Ezt a gumipályát már sikerült kialakítani a Balatonboglári Platán strandon. Az újabb strandfejlesztési forrásoknak köszönhetően pedig még vonzóbbá válhat a létesítmény.
nem fejeztük még be a Strand 1-esből fejlesztett gumipályánkat, ami egy nagyon népszerű egyébként a helyi fiatalok körében, de az üdülők körében is, úgyhogy ennek szeretnénk egy jó világítást. Azon kívül itt a Platánstrandon a WC-knek szeretnénk egy beléptető rendszert, hogy ugyan ingyenes minden, de mondjuk valamennyi bevétel akkor a strandból keletkezne ezzel, hogyha egy beléptető rendszert tudnánk építeni ebből a pályázatból. Épületfelújításra, sétautak tervezésére, illetve sok helyen a partvédőmű megerősítésére számítunk ebből a pályázatból. Balatonboglár, ahogy Balatonföldvári keleti strand is már számtalan új attrakcióval gazdagodott. A beruházások pedig nem állnak meg, hiszen a belföldi turizmus lett a magyar gazdaság egyik motorja. Erről is beszélt Guller Zoltán vezérigazgató Kisoroszlyban tartott sajtótájékoztatóján. A Magyar Turisztikai Ügynökség folytatja a 2017-ben megkezdett strandfejlesztési programját. Még akkor elsősorban a fizető strandok fejlesztésére pályázhattak, a most induló második ütemben a szabad strandok fejlesztése a cél. Ebben az évben a Balatonnál valamennyi szabad strand pályázati lehetőséghez jut, és ebben az évben a nyári szezonra is fognak készülni a fejlesztések. Szeretném elmondani azt is, hogy a Dunakanyarban 1 milliárd forint keretösszegben, többek között a Kisoroszi strand is támogatást fog kapni, illetve a Tiszatónál is 1 milliárd forint keretösszeggel egy önkormányzatoknak jutott támogatást fog adni Magyarország kormánya. Összességében tehát 5 milliárd forint keretösszeggel elindul a strandfejlesztési program második üteme. A forrásból jut infrastruktúra fejlesztésre, a partszakaszok rendbetételére és különböző turista csalogató vízi élmények létrehozására is. A Magyar Turisztikai Ügynökség emellett támogatja a tóparti településeket abban, hogy 2030-ig megtervezhessék strandjaik további beruházásait. Sőt, még ebben az évben elindul a strandokon található gasztronómiai létesítmények modernizálása is, amelynek célja, hogy a turisták még több minőségi helyi étellel és borral találkozzanak. Óriási hiány van fizikai munkásokból, mérnökökből, hegesztőkből és CNC gépkezelőkből az ipar területén egy átfogó felmérés szerint. A 180 ipartestületet, mint egy 40 ezer kisvállalkozást képviselő Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke Bátaszéken úgy fogalmazott, a munkaerőhiány hátterében többek között az áll, hogy nincs megbecsülve a kétkezi munka Magyarországon. Németh László úgy véli, a szakképzés is átalakításra szorul. A szakmai szervezet azon javaslatait, hogy miként kellene képezni a jövő szakembereit, a szakképzési innovációs tanácsban rendszeresen közzéteszik. 11 szakma műhely titkaiba nyerhettek betekintést a bátaszéki általános iskolások azon a pályaorientációs napon, amit a bátaszéki iparosokkal közösen szervezett meg a Kanizsai Dorottya általános iskola tavaly ősszel. Gerencsér János, a bátaszéki vállalkozók ipartestületének elnöke azt mondja, hiába keltik fel a diákok érdeklődését, hiába működnek együtt az iskolákkal, ha a szakmát kitanuló fiatalok elvándorolnak. Ez ma az iparosok legnagyobb gondja. Nem itt helyezkedik el, hanem elvándorol. Külföldre távoznak. Így ezáltal az iparosság, a szakmahiány, ez azért itt nagyon komolyan fennáll. A bátaszéki vállalkozók ipartestületeinek közgyűlésén Németh László, az IPOSZ országos elnöke is részt vett. A 180 ipartestületet, mintegy 40 ezer kisvállalkozást képviselő szervezet elnöke úgy látja, komoly gond van a szakmák társadalmi megítélésével és a szakképzéssel is. Utóbbi átalakítására létrehozott szakképzési innovációs tanácsban az IPOSZ is helyet kap, és ott megfogalmazzák javaslataikat. Maga a szakmunkás képzés területét is ketté kell választani, hiszen a nagyiparnak és a multiknak nem olyan szakemberek kellenek, mint a szolgáltató szektorban mondjuk a kisiparnak. Nekik lehet, hogy elég bizonyos alapkompetencia képzés a szakmunkás terület tekintetében, és ott ők maguk tovább képzik arra a munkafolyamatra, ami legyünk őszinték sokszor nem is annyira szakmunka, hanem inkább betanított munka. A vállalkozóknak azonban átfogóbb tudást biztosító képzésre van szükségük a napi szinten változó elvárások miatt, tette hozzá Németh László. Egy tavalyi átfogó többek között a Szent István Egyetem, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével készült felmérés szerint a versenyszférából a legnagyobb hiány informatikusokból, karbantartókból, programozókból és gépkocsivezetőkből van.
Az ipar területén pedig a fizikai munkások, mérnökök, hegesztők, repülőgépszerelők és CNC gépkezelők hiányoznak a leginkább. Szakmaszerzés, érettségi, munkaerőpiaci elhelyezkedés többek között ezeken a területeken segít a Tanítsunk Magyarországért elnevezésű program. Ennek keretében egyetemisták mentorálnak 7. és 8. osztályos diákokat önkéntes alapon. A programról a Pécsi Tudományegyetem számolt be az intézmény rektora, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Tanítsunk Magyarországért. Ezzel a címmel indult egy program, mely a társadalmi felzárkózást és érzékenyítést célozza. Erről a Pécsi Tudományegyetemen számoltak be péntek délelőtt. A projektre egyetemisták jelentkezhetnek önkéntes alapon, Baranya mellett még három másik északkeleti megyében. Ennek részeként hallgatók mentorálnak 7. és 8. osztályos iskolásokat. Ez a program, amelyet az EMMI és az ITM is támogat, együtt a Klebersberg központtal, olyan gyermekeket céloz meg, akik számára esszenciális az, hogy bizonyos mennyiségű többlet gyakorlathoz, többlet tudáshoz jussanak. A programmal szeretnék segíteni a diákokat, hogy képesek legyenek a legtöbbet kihozni magukból, legyen a szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és a munkaerőpiacon való elhelyezkedés, mondta a tájékoztatón György László államtitkár. Ahol működnek hasonló mentorprogramok, az Egyesült Államokban, Angliában, Izraelben, ott az a tapasztalat, hogy a mentorált gyerekeknek a teljesítménye 15-20%-ot is tud javulni. Tehát annyit, mintha egy évben 2-3 hónappal többet tanulnának, többet töltenének az iskolapadban. De úgyhogy nem kell többet tölteniük az iskolapadban, megmaradhatnak gyereknek. Az államtitkár bíztatta a hallgatókat, hogy már januártól vegyék fel a programhoz való csatlakozás feltételéül szolgáló kurzusokat. Eddig egyébként a résztvevő megyékből 4 egyetemről 650-en jelentkeztek a mentorprogramba. Klímairodát hoznak létre a Tolna megyei önkormányzat munkatársai környezetvédelmi mérnökökkel közösen. A cél, hogy az országnak ezen a részén élők közül minél többekkel ismertessenek meg például olyan jó gyakorlatokat, amik korábban már a megyei klímastratégiába is bekerültek. 2017 nyarán Tolna megye több településén elkezdték kidolgozni a helyi klímastratégiákat. A megyei önkormányzat által irányított munkára 30 millió forintot költöttek. Ebből a pénzből felmérték a települések helyi sajátosságait, például a domborzatot, a természetes vizek állapotát, az épített környezetet és az ipari létesítményeket is számba vették. Az összegyűjtött adatokról már akkor tudni lehetett, hogy nagyon sok mindenre, például a mezőgazdasági termelés hatékonyabbá tételére tudják használni. A Tolna megyei önkormányzat képviselői pénteki ülésükön most a stratégiához kapcsolódó újabb fontos döntést szavaztak meg. Eszerint hamarosan létrehoznak egy úgynevezett klímairodát. Szemléletet szeretnénk formálni, és úgy a fejlesztéseket, amik a megyében, vagy amik vannak már elképzelések a megyében, ezek mind-mind úgy próbáljuk már megoldani, hogy illeszkedjenek az elfogadott megyei klímastratégiához. Itt gondolok körkörös gazdaságra, gondolok talajerózióra, gondolok a légkörvédelmére, gondolok okos energiafelhasználásra. Ez indokolta az úgynevezett klímairoda létrehozását, ami tulajdonképpen egy munkacsoport felállítását jelenti. Ebben a megyei önkormányzat munkatársai és főként környezetvédelmi szakmérnökök dolgoznak majd együtt, a cél pedig a szemléletformálás lesz. Önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel, vagy a klímastratégiában is szerepel, fel kell, hogy vegyük a kapcsolatot. Ezek iskolákat nem is kifejtettem, de alapvetés az iskola is, hiszen szemléletet szeretnénk formálni. A klímairoda néhány héten belül megkezdheti a működését. Uniós forrásból és hazai támogatásból jövő év első felére megvalósul a nyugati és dél-dunántúli ivóvíz minőségjavító program. Az itt élők szigorúbb határértékeknek is megfelelő egészségesebb ivóvízhez juthatnak. A program első ütemében 10 település érintett, a beruházás összköltsége 3 milliárd forint. Hamarosan megkezdődik az ivóvíz minőségjavítása a Lakócsán és további 9 településen, így egészségesebb víz folyik majd a csapokból. A Dél-Somogyi faluban tartott projekt ismertetőn elhangzott, a 3 milliárd forint összköltségű beruházás során 11 új kutat fúrnak, 19-et felújítanak vagy teljesen megszüntetnek. Lakócsán egy új kút létesül,
A mostani víztelep helyett pedig egy korszerűbb épül majd. Megújul a vízellátás és a víztisztító rendszer, valamint bővítik a vízbázist is. A kivitelező elvégzi a teljes csőhálózat mechanikai tisztítását és részleges rekonstrukcióját is a településen, ahol régóta várnak már az ivóvízminőség javítására. Már 6 éve elkezdtük ezt, korábban egy siklósi konzorciumot kötöttünk, de az valami nem tud működni. Aztán a 3 település próbálta megoldani a dolgát, azt hiszem 3 éve eljutottunk odáig, hogy a közbeszerzési eljárás kértük, de akkor jogszabályváltozás miatt vissza kellett lépnünk, és akkor most alig várjuk ezt a beruházást, hogy elkészüljön. Az ivóvízminőség javító program első ütemében 10 település érintett. Lakócsán, Tótújfalun, Potonyban és Szentborbáson mintegy 570 millió forintos beruházás valósul meg azért, hogy az érintett területeken élőknek egészségesebb, a szigorú határértékeknek is megfelelő ivóvizet biztosítsanak. Kormánynak eltökélt szándéka, hogy megakadályozza a kis településekről való elvándorlást. Ennek alapfeltétele az, hogyha a falun élőknek is az élet feltételei adottak, és a 21. században már elképzelhetetlen az, hogy ne legyen egy településen megfelelő minőségű ivóvíz. A tervek szerint 2020 májusának végére befejeződik a beruházás, így akkor már jobb minőségű ivóvíz folyik a csapokból, Lakócsán és a további 9 településen. Gázpalackokra cserélték a 12.000 forintos rezsicsökkentésből származó támogatást a bőszénfaiak. Nem tűzifát vettek az összegből, hanem gázpalackokat. Ebből 3 is kijön háztartásonként, és így akár fél évre is megoldható a családoknál a kiegészítő fűtés, illetve a főzés is. Vannak, akik személyesen jöttek érte, másoknak házhoz vitték a település autójával a gázpalackokat. 98-an éltek a lehetőséggel, és igényelték a fél köbméter tűzifa helyett, amely jó esetben is mindössze 1,5-2 hétre lenne elegendő egy-egy családnak. A helyiek jó része fával fűt a zselici kisfaluban, bár a vezetékes gáz már bevezetésre került, kevesen kötöttek rá. Így főzni is palackos gázzal tudnak. Ez adta az ötletet a település vezetőinek, hogy ne fát vásároljanak az összegből, hanem inkább palackokat. Sokkal jobb megoldás lenne a gázpalackból gondolkodnánk, hiszen ha némi önkormányzati segítséggel egy kicsit megtudjuk, akkor gyakorlatilag 3 gázpalackot át tudunk adni az igénylőknek, ami annyit jelent, hogy egy közepes kategóriájú család, hogy júniusig körülbelül megoldotta azt a problémáját, hogy gázpalackot nem kell cserélni, tehát a kis ebédjét, a kis kajáját meg tudja főzni. Első körben 132 darab gázpalack érkezett a kis zselici településre. Kis Istvánné és férje is palackos gázt használ a sütéshez, főzéshez. Az a gázpalack meg azért nagyon jó, már hát több mint egy hónapig elég egy palack a főzésre, és ugye 3-at kapunk, hát az nagyon megérte. Ennél jobban nem érte volna meg semmi, mert hát az a fa egy nulla. A bőszénfaiak még 2-szer, márciusban és júniusban számíthatnak gázpalackokra. A településen összesen 294 darab gázpalackot osztanak szét az igénylők között. A LEADER pályázatok aktuális helyzete és a segítőkéz alapszolgáltató intézmény tavalyi éves beszámolója is napirenden voltak a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulási Tanács 2019-es első ülésén. Pintér Szilárd, a társulás elnöke kiemelte, a tavalyi évet sikerrel zárták, folytatják tovább a közös célok elérésének szellemében a munkát idén is. Attalán tartotta meg a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulási Tanács rendes éves első ülését. Pintér Szilárd, a társulás elnöke elmondta, a tavalyi feladat alapú finanszírozás megoldotta azokat a kihívásokat, amik elé a társulás állt, az önkormányzatoknak a tagdíjon felül más hozzájárulást nem kellett fizetni a közös kasszába. 2019 éves költségvetést most tárgyaltuk épp az imént, ebből adódóan nyilván a 2019 is előzetesen nagyon jónak ígérkezik. Önkormányzati tagsággal egyeztetve, viszont azt gondoltuk, hogy az idén egy nagyon pici áldozatot hozunk, és minden település néhány 100 000 forinttal hozzájárul az intézményünk működéséhez, ezáltal egyfővel tudjuk bővíteni a családsegítő szolgálatot, és azt gondoljuk, hogy ennek a szakmai kihívásnak eleget kell, hogy tudjunk tenni, és nyilván ez a kevéske hozzájárulás megteremti ennek a fedezetét.
Jelenleg zajlik a faluszépítés LIDER módra pályázatok beérkezett hiánypótlások feldolgozása. Több mint 380 millió forint LIDER forrás áll jelenleg rendelkezésre. A 116 pályázatból faluszépítésre, rendezvénybonyolításra és kisértékű gazdaságfejlesztésre is adtak be támogatói kérelmet a társulás önkormányzatai. A helyi bírálóbizottsági döntés márciusra várható. Kultúrájuk fontos elemeit mutatják meg az érdeklődőknek a bátaszéki svábok azzal a tanösvénnyel, melyet ebben az esztendőben állítanak fel a templom környékén. A helyi értékek tovább tanításának ezt a módszerét a német állam is támogatta. Rengeteg egyesület volt régen bátaszéken. A 8 állomás egyike szól majd a lövészekről, de bemutatják az Ankarában dolgozó német asztalosok életét, a bátaszéki szódások történetét és a Mária ünnepet is. Kardos Gábor, a bátaszéki német egyesület elnöke abban bízik, ezzel a tanösvénnyel szívesebb és érdekesebb lesz minden érdeklődő számára a bátaszéki svábság története. A magyarországi német nemzetiségi országos önkormányzatnál nyertünk egy pályázatot a BMI támogatásával, tehát a Német Szövetségi Köztársaság belügyminisztériumnál 6000 euróval támogatták a tanösvény pályázatunkat. Ez a tanösvény 8 állomásból fog állni, és a közeljövőben reményeink szerint átadásra is kerül. A szakmai előkészítés mentora a helyi születésű Gerner testvérpár, Zsuzsanna, tiszteletbeni német konzul, a Pécsi Egyetem német tagozatának vezetője, és Éva, a Magyar TV nemzetiségi műsorainak főszerkesztője. Ez egy rendkívül fontos és nagyon jó kezdeményezés. Ezzel nem csak a bátaszékieknek, sőt nem elsősorban a bátaszékieknek, hanem mindenkinek, aki erre a településre látogat, ebbe a városba ellátogat, meg lehet mutatni azt, hogy milyen hagyományokkal rendelkezett itt a németség, melyek voltak azok a jellemvonásai ennek a településnek, amelyek megkülönböztették a környék többi német településétől. Mi volt az, ami közös volt, mi volt az, ami más volt, és azt hiszem, hogy a bátaszékieknek is, és mindenkinek, aki majd erre a településre látogat, fontos információkat fog hordozni ez a tanösvény. 3 millió forintos fejlesztést valósítottak meg a TAO támogatások felhasználásával, valamint saját szakosztályi tőke bevonásával Kozár Mislenyben. 2 éves álom valósult meg azzal, hogy mennyezetről leengedhető palánkokkal bővült a városi sportcsarnok, ezzel javítva a kosarasok edzés lehetőségeit. De a Zöld Város program keretében Kozár Mislenny is pályázott, és új játszóteret, valamint rekordtán felületű futópályát terveznek a művelődési ház mellett. A TAO partnereken kívül Tóth József, a Kozár Mislenyesek kosárlabda szakosztály vezetője, valamint a Városi Sportcsarnok létesítményigazgatója Feleki Árpád tett sokat azért, hogy javuljanak a kosarasok edzés körülményei Kozár Mislenyben. Csak nem 2 éve álmodta meg a szakosztály, hogy fejlesztést hajtanak végre. A mennyezetről leengedhető palánkok megérkeztek, és a sportolók már birtokba is vették azokat. Hát körülbelül 2 éve egy kerekasztal beszélgetésen döntöttünk úgy, hogy a helyi sport létesítményt fogjuk fejlesztésekkel, beruházásokkal erősíteni. Ennek egy része már ez a körülbelül 3 millió forintos beruházás, melynek során 2 mennyezetről engedhető palánkot tudtunk sportolóink számára átadni. Komoly szakmai előrelépést jelent, hogy ezentúl már 4 palánk segíti az edzők és a sportolók munkáját, de a tervek szerint további palánkokkal bővül majd a sportcsarnok. A folyamatos építkezésnek köszönhetően már nem csak Kozár Mislenyből, hanem Pécsről, Komlóról, Olaszról és Szederkényből is járnak edzésre gyerekek. Pici változás történt, tehát úgy néz ki a történet nálunk, hogy óvival kezdjük a képzést, és U18-as korosztály, ami az utánpótlásban a legmagasabb, őket tudtuk elindítani. Tehát óvi, előkészítő, ez az általános iskola egy második, kenguru korosztály, ez az U11, gyermek az U12, serdülő kadett U18, és az idei évben megyecsapatunk van, valamint a következő szezonra tervezzük azt, hogy MB2-t indítunk ismét Mislenyben.
A 3 millió forintos beruházást TAO támogatásból, valamint jelentős saját szakosztályi tőke bevonásával tudták megvalósítani, így a városnak nem kellett önerőt biztosítania. Kozár Mislenyben fontos a sport, a városvezetés célja, hogy megújítsa köztereit, parkjait, több szabadidős és sportolási lehetőséget teremtsen az ott élők számára. Nagyon fontos a város életében, ugye hát nap mint nap találkozunk vele, hogy olyan sportéletünk van mindegyik szakosztályban, illetve nagyon sok fiatalt nevelünk már iskolás óvodáskortól. Jelenleg is futnak olyan pályázataink, amiben ugye megint arra gondolunk, és most nem a versenysportról beszélünk, hanem megpróbáljuk megmozgatni a tömegeket a tömegsportról. Ugye egy a Zöldváros programán keretein belül egy futópályára van beadva a pályázatunkat, reméljük, hogy nyerünk, és ott a megfelelő támogatottságot fog kapni, hogy közelműségben ez is megvalósuljon. A Zöldváros program keretében továbbá új játszóteret alakítanának ki, parkolók épülnének, parkosítanának és utcabútorokat helyeznének el. Emellett egy vendéglátóhelyet is terveznek. A terület és településfejlesztési operatív program támogatásával befejeződött a kerékpárút, valamint a forgalomlassító sziget kiépítése a Baranyai Bírjánban. A projektet csaknem 57 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósította meg az önkormányzat konzorciumi partnerével, a Baranya megyei önkormányzati hivatallal közösen. Már birtokba is vették a környék lakói és a közeli nagy cégeknél dolgozók az új kerékpárutat Bírjánban, mely a Fenntartható Települési Közlekedés Fejlesztés című felhívás keretében épült meg. A kivitelezési munkálatok tavaly szeptemberben kezdődtek, a sikeres műszaki átadás átvételi eljárás lezárása pedig decemberben volt. A projekt a munkába járást elősegítő hivatásforgalmi kerékpárutak kiépítéséről szól. Nagyon-nagyon megörültünk, szerintem a lakosságnak a 90%-a, mert nagyon sokan meg a gyerekek is, ugye, ez mellett, meg hát a felnőttek is. Ugye nagyon fontos számunkra a mozgás, sportolni, ez is egy plusz dolog, és ugye, hogy minden nap ugye járunk dolgozni, és nem mindig az autóval, hanem akkor még a biciklivel is meg tudjuk ezt oldani, és ez egy nagyon jó lehetőség, úgyhogy köszönjük szépen az önkormányzat nevébe is, meg az állam nevébe is ezt a lehetőséget. A kerékpárút hossza megközelíti az 1,4 kilométert. Én nagyon örültem neki, mert a két gyermekem, mert így biztonságban tudom az idő alatt, amíg ők kim vannak a faluba biciklizni, mert jobban odafigyelnek rájuk az autósok, hogyha a biciklóton mennek, meg így legalább el tudom nekik mondani, hogy a biciklóton menjenek az út szélén. És jól érzik magukat. Az új útszakaszokat összekapcsolják a vasúti, valamint buszos tömegközlekedési lehetőségekkel is. Én nemrégen kerültem ide a céghez, kb. 4 hónapja. Hát, hogy amikor megtudtam, hogy bicikli útunk lesz, hát én ennek halatlanul örülök, mert ugye is a biciklisek biztonsága a tét. Hát egyébként én folytattam tovább egészen Pécsig, mert egyébként egy nagy sportos ember vagyok, aki szeret is egyébként úgy túraszerűen is kerékpározni. A beruházás célja Bírján kerékpárhálózatának bővítése, a közlekedés biztonság növelése, valamint a településen és az 57-es számú út mellett található iparterület kerékpáros megközelítésének javítása. Nagyon fontos az, hogy egy Engerben, egy Novróban, a Bírján környéki nagyobb cégekben a dolgozók, azok ne a kamionok között biciklizenek reggel, vagy gyalogoljanak a munkahelyükre, hanem így biztonságban tudjanak elmenni oda, mind a munkába járásban, mind pedig hazafele. Hiszen fontos, hogy kivilágítás mellett is nagyon kockázatos egy nagy forgalmú úton közlekedni kerékpárral. Szigetvártól Mohácsig egyébként összesen 10 településen épül 1 milliárd forint értékben kerékpárút top pályázati pénzből. Elsősorban arról szólnak az újabb fejlesztések, hogy miként juthatunk el biztonságosan kerékpárral a munkába. Rönknyomásban, sörös hordódobásban és bödöncipelésben is összemérték erejüket a résztvevők az Iceman erős ember versenyen. Összesen 6 számban kellett bizonyítania az 5 versenyzőnek Balatonlellén. A záró kupa után tavasztól ismét országos megmérettetések várnak a legerősebbekre. Mi érezte, hogy ott az első? 6 versenyszámban kellett bizonyítaniuk a résztvevőknek az idei Iceman erősember versenyen Balatonlellén. A jégtörő kupa záró megmérettetésén 5-en álltak a rajthoz. A rönknyomás, ilyen 100-110-120 kilós rönköt kell fejfölé nyomni többször, aztán ilyen szeletelt rönköket kell átvinni egy gát fölött, egy akadály fölött, torkalapácsot kell tartani nekik, amelyik 25 kg súlyú, nem könnyű feladat, aztán sörös ordódobás lesz, majd itt fölöttünk, mögöttünk áll ez a nagy zöld célkapu. 3-2-1 rajt!
Gadó András már rutinos résztvevő az erősember versenyeken, mint mondja, a megmérettetések zöme még hátra van, hiszen idén is több fordulóban mérhetik majd össze erejüket. Most kezdődik a szezon, ez csak ilyen évelék is hátmozgató versenynek szántam. A héten kezdtem úgymond a nagyobb súlyokkal kezdeni dolgozni. Akinek előnyben van otthon, esetleg vannak ilyen eszközei, szerei, versenyeszközei, tudnak vele már készülni az évadra, a szezonra. A testépítők egész évben tudatosan készülnek egy-egy versenyre. Személyedéseket is tartok azért valamennyire, ez egy életforma lett. Szükség van a pihenésre és regenerációra is, de minden nap valahol fejbe, létkezésbe, napi programba ott kell, hogy legyen, vagy akár a pihenés is arról kell, hogy szóljon, hogy adott edzésre, hogy versenyre készülünk. Idén nyáron még visszatérnek az erős emberek a Balatonhoz, ahol majd a vízben kialakított pályán kell összemérniük rátermettségüket. Bálint korábbi nevén Süti 25 éves lett. A pécsi állatkert hím vízilovának születésnapjára sokan voltak kíváncsiak. A különleges tortát Bálint megosztotta párjával, Ágnessel. Utódjuk Buborék jelenleg Csehországban él. A jeles nap alkalmából onnan is küldtek jó kívánságokat. Születésnapot ünnepelt az állatkert apraja nagyja. A pécsi zoo egyik kedvence, Bálint a víziló töltötte be 25. életévét. A gyerekek rajzolhattak vagy festhettek az ünnepeltnek, ezeket a műveket ki is függesztették a kerítésre. A gondozók egy különleges tortát készítettek, melynek alapja széna volt, díszítésként pedig répa és alma került a tetejére, valamint sütőtökből faragott feliratot is raktak a tortára. A gyerekeknek nagyon tetszett az ünneplés. Azt tetszett a legjobban, amikor megetették a vízilót. És az is tetszett, amikor etették a borjúfokát. Mivel etették? Azt tudod? Hol? És most a vízilóvat mivel etették? Azt nézted? Igen. Répa, szalma és alma. És más állatkertben voltál már? Igen, amiben a Veszprémi, ami majdnem ugyanolyan, mint ez. Bálintot az elmúlt 25 évben a látogatók és a gondozók nagyon megszerették. A vízilovak 40-45 évig elélhetnek, így megfelelő etetéssel és állatorvosi kontroll mellett még sokáig élvezhetjük Bálint társaságát. Bálint a 25. születésnapját tölti a mai napon. Ez nagyon nagy öröm számunkra, mivel egy ikonikus állatról van szó itt a pécsi állatkertben. 25 évvel ezelőtt, 9 hónaposan érkezett hozzánk, a debreceni állatkertbe született ő, Siegfried és Linda gyermekeként. Bálint külső kifutója 2007-ben épült meg, majd a bővítés után Lengyelországból megérkezhetett párja Ágnes, leánykori nevén Csacsa. Szerelem volt első látásra, utódjuk már a következő évben megszületett. Buborék először az Abonyi állatkertbe került, majd Csehországba költözött tovább, ahol jelenleg is él. A jeles nap alkalmából onnan is küldtek jó kívánságokat Bálintnak. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket. Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra.